Szemetekon, de nem látok. Fületekon, de nem hallok. Szívetekon, de nem érzek. Hagyja a gyülekezet, hogy ez a gyülekezet egy legyen az Isten. Meghalljuk, mit gondol ide. Legyünk hiszen, amikor szól az Úr. Azt mondja az Úr, küszöbölet állok és kopogtatok. Ha ti beérünk-e, ahhoz bemegyek. És együtt maradok vele. De akinek a szívebe lesz zárva, aki nem hallja az Isten kopogtatását, az nem biztos, hogy az Isten országát be fog menni. Hagyja az, hogy a gyülekezet olyan legyen, hogy nyitott szíve, nyitott híve járjunk az Istennek. Meghalljuk, mit mond a híve. Még azt szeretném csak mondani, testvérek, azt mondja az Istennek igéje, aki kopog, aki keres, a szár. Aki kopog, van a majtó nyitott. Hagyja az Úr, hogy mit oda tartozunk a keresőnkhöz. Hagyja az Úr, hogy oda tartozunk a kopogtatókhoz. Ha jó atyám, álljon, ami a polgármester urat, hogy a tennapi napon is, a mai napon is, megmutassa erre sok területünk is, hogy a polgármester megy a cigányokhoz, és segíti arra, hogy ez a gyülekezet a mai napon minden sikerrel jár. Volt egy gyönyörű bemelés. 11 új testvér lehetünk